Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Kérdezd a Zeneszerző című koncertsorozata. A Kortár zenei műhelyben idén 25 hazai zeneszerző mutatkozik be, akik a magyar zenei élet különböző generációit és zenei irányzatait képviselik. Az estek megálmodója és házigazdája az új évadban is Dobri Dániel zeneszerző, a zenekar kortárs művészeti vezetője. Nagyon széles korosztályból próbálunk meríteni, bár ez igaz, hogy a mai koncert az elsősorban a fiatal zeneszerzőké. Különböző vonószenekari darabokat fogunk bemutatni, lesz köztük egy ősbemutató is, Molnár Viktoré, tehát egy nagyon sokszínű koncertre készülünk, ahol majd arról fogunk beszélgetni az elhangzó művek között, hogy miből inspirálódik a zeneszerző, miből meríti az ötletet az alkotáshoz. Az est dirigense Cser Ádám volt, aki maga is elkötelezett híve a kortárs műhelyek kivételes tehetséggel megáldott zeneszerzőinek bemutatásában. Én szerintem egy nagyon fontos és nagyon komoly dolog, az, hogy ebből a korszakból, a mi korunkból milyen lenyomatokat szereznek a művészek, és ezt hogyan vetik papírra, hogyan lesz ebből zenemű, hogyan lesz ebből bármilyen fajta műalkotás. Nagyon fontos, hogy ezek a szerzők, akiknek a műveik ma elhangzanak, ők itt vannak velünk, majdnem mindegyikük, és a közönség előtt tudnak megnyilvánulni, beszélni, nem csak a műveiken keresztül, hanem ténylegesen kérdésekre is válaszolni, és egyszerűen kitárni azokat a mélységeket, amik egy-egy műben rejteznek. Az évad első hangversenyén 5 zeneszerző portrét rajzoltak fel a Szimfonikusok vonószenekarának segítségével. Molnár Viktor Pillars of Creation című műve az univerzum titkos világába vezet egészen a Saskött híres képződményeig a teremtés oszlopainak lábához. A felfoghatatlan távolságban lévő gáz- és porfelhőben ugyanis csillagok születnek. Ennek a tiszteletet parancsoló látványnak, annak spiritualitásának és metafizikájának zenei leképezése Molnár műve. Danival már régebb óta ismerjük egymást, és mindig nagyon jó, amikor az embernek, illetve egy zeneszerző úgy ír darabot, hogy tudja, hogy majd el fog hangozni koncerten. Ez lesz az én művemnek a bemutatója, ezt idén nyáron írtam. És így szuper lehetőség, hogy kollégák darabjai között egy ilyen kortárs esten ez meg is szólal. Az izgalmas országon is egyedülálló sorozat nyitó koncertjén a kortárs klasszikus zene kedvelői megerősödhettek hitükben. A sorozat folytatja azt az utat, amely a jelen zeneszerzői számára kijelölt a sors és a vitathatatlan tehetségük.